December 6-a, advent első hete, advent 6. napja, péntek. Mai napon az evangélium Szent Máté könyvéből, a 9. fejezet 27. verstől a 31. versig szól. Jézus folytatta útját. Utána ment két vak, ezt kiáltozva. Dávid fia, könyörülj rajtunk! Amikor a házba érkezett, a vakok bementek hozzá. Jézus megkérdezte tőlük, hiszitek, hogy meg tudom tenni? Igen, Uram, felelték. Erre megérintette szemüket, és így szólt, legyen hitetek szerint. Nyomban megnyílt a szemük. Jézus pedig rájuk parancsolt, vigyázzatok, ne tudja meg senki. De azok alig, hogy elmentek, az egész környéken elhíresztelték. Kedves lelki gyakorlatozó, szeretettel köszöntelek a katolikus.ma karácsonyi ráhangoló sorozatában, Szent Miklós püspök emléknapján. Örülünk, hogy feliratkoztál csatornánkra. Ha nem tetted volna még meg, akkor még bármikor megteheted. Nagyon szeretném, hogy ezzel a videó sorozattal segíteni tudjak neked az adventi készületben, hogy méltó módon tud majd megünnepelni karácsony ünnepét. Szent Miklós püspök az adakozó szeretetnek a példaképe, aki egész életét arra szentelte, hogy azok között az emberek között legyen, akiknek püspöke volt. Nagyon soknak segített. Nem véletlen, hogy az ő emléke megmaradt mindannyiunk számára, és ezen a napon mi is ajándékozunk. Hát legfőképpen a gyermekeknek, de valamilyen formában azért tegyük meg, hogy másoknak is ajándékozunk. Egy mosolyt, egy jó szót, valamilyen kedvességet. Vagy éppen megbocsátunk annak, aki már régóta vár a mi megbocsátásunkra. Az ő szeretetén keresztül találkozunk Jézussal, Dávid fiával, az igazi könyörülettel. Az ember azért van ezen a világon, hogy Isten helyévé váljon. Nekünk az a küldetésünk, hogy Isten rajtunk keresztül működni tudjunk. Mi magunk Isten helye lehetünk ezen a világon. Milyen csodálatos küldetés. Szent Miklós pontosan ezt tette. Azok az emberek, akik vele találkoztak, rajta keresztül Istennel találkoztak, Isten szeretetével, Dávid fiának a könyörületével. Jézus azt mondja a mai evangélium végén, ne tudja meg senki. Ezt az utasítást adja, persze ők nem bírták ki, elmondták, de Jézus azért hívja föl erre a figyelmet, mert azt szeretné, hogy a megváltás teljes műve után szerezzenek tudomást azokról a dolgokról, amelyek a csodával, az ő csodálatos isteni természetével kapcsolatosak. Miért? Mert látniuk kellett Jézus szenvedését, látniuk kellett Jézus halálát, és látniuk kellett a feltámadását is. Hogy Jézusban elsősorban ne a csodaváró messiást lássák, hanem éppen azt a messiást, aki abban segít minden embert, hogy Isten helyévé tudjon válni a világban az öröm és a fájdalmak, a nehézségek közepette is. A jót nem önmagáért kell tennünk, hanem Jézusért. Szent Miklós püspöknek is egészen biztos, hogy esetenként nagyon nehéz volt a jót megtenni, de Jézusért soha nem fáradt bele. A mai napon a nap kihívása legyen az, hogy bele tud élni magad abba, hogy te Isten helye vagy ezen a világon. Szereteteden keresztül az emberek Istennel találkozzanak. Gondolj erre minél többször, és ebben segítsen Szent Miklós püspöknek a közbenjárása. Nagyon köszönöm, hogy ma is velünk voltál ebben az adventi lelki gyakorlatban. Szólj másoknak is erről a lehetőségről, ha eddig még nem tetted volna meg. És akkor még találkozunk holnap reggel. Tégy jót másokkal, mint ahogy Szent Miklós is ezt tette. Áldott szép napot kívánok!